Hello, hello, üdvözöllek a csatornámon. Ebben a videóban egy különleges Batman képregényt fogunk röviden megnézni. Eredetileg ugye a DC gondozásában jelent meg, mert hát ugye Batman hozzájuk tartozik. Ez a példány, amely itt látható előttünk, az Adok Szemik Kft. Jóvoltából került kiadásra. Természetesen azóta már újabb megjelenése is volt magának a történetnek. Ha a Batman első évet nézzük, mint képregényt, látható is, hogy Frank Miller, David Mazzucchelli, illetve Richmond Lewis dolgozott rajta, de történeti szempontból igazából ez a képregény a Sötét Lovag visszatér után készült el. A Batman első év lényegében a modern Batman történetek egyik sarokkövének lehetne nevezni, vagy alappillérének. Ugyanis korábban bár pedzegették, hogy Batman története, vagy eredet története honnét is indul, de az első komolyabb és összefogottabb történet lényegében Frank Millerékhez köthető. És ahogy a címe is adja, lényegében Batmannek az első évét mutatja be számunkra ez a történet. Kicsit forgassuk is körbe. Tényleg nem egy vaskos kötetről van szó, hogy az látszik is. És ahogy a hátulján is láthatjuk, igazából egy négy részes történetet fűztek össze, és ez adja ki számunkra az egész történetet. Beszélhetnék tovább is a jelentőségéről ennek a képregénynek, de szerintem most picit tekintsünk el ettől. Egyébként animációs formában is készítettek belőle filmet, amely a Kezdetek kezdete cím alatt jelent meg. Itt tehát, hogyha a képregényt magát nem tudjuk beszerezni és vagy elolvasni, akkor mindenképpen tegyünk egy próbát magával ezzel a történettel, akár animációs film formájában is, mert megéri. Most pedig lapozzunk egy kicsit bele magába a képregénybe. Ha valaki pedig szereti Miller rajzolását, egyébként eléggé megtalálhatóak benne mindazok a formák, amelyeket akár a Sin City-ben, illetve más Miller által készített képregényben láthatunk. Kicsit stilizáltak maguk az alakok. És egyébként különlegessége ennek a képregénynek, hogy Batman kezdeti bukdácsolásait szépen láthatjuk benne, még nem aztán magáról ölti a tényleges denevér ruházatot. Viszont ebben a történetben nem fogunk találkozni egyik klasszikusabb Batman ellenféllel sem, gondolok itt akár Jokerre és egyéb társaira. Egyetlen egy ismertebb áruhás karakter bukkan fel Batmanen kívül ebben a történetben, méghozzá macskanő. Hogyha a filmes viszonylatban nézzük, ugye említettem, hogy animációs film formájában már megvalósították ezt a történetet, de Nolan, illetve a legújabb Batman film is, maga a Batman, is merítkezik ebből a történetből. Itt tehát a hatása az mind a mai napig nyilvánvaló, hogyha a mozgóképet is nézzük. A történet nagyon jól követhető, tényleg a rajzokat is, hogyha valaki szereti a Milleri megoldásokat, akkor annak egy alapmű lehet. És tényleg egy nagyon-nagyon jó kis történetecskéről van szó. Összegezve
Tehát azt tudnám elmondani, hogy a Batman az első év mindenképpen egy különleges képregény, amely megújította a Batman történeteket, és modernizálta természetesen magának Batmannek az eredetét is. És nagyon sokáig ez volt a kánon eredet története magának a karakternek. Képregénygyűjtőknek mindenképpen érdemes beszerezni, pláne hogyha Batman rajongók vagyunk, akkor kihagyhatatlan darabról van szó. De én azt mondom, hogy mindenki tegyen vele egy próbát, hogyha sikerül hozzájutnia. Ha pedig nem, akkor tényleg adott az, hogy animációs formában ezt a történetet meg tudjuk nézni. És ahogy azt említettem, szintén Nolan, illetve az új Batman film is eléggé merítkezik ebből a történetből. Ha pontoznom kéne, akkor egy 10-ből 10-est kapna ez a képregény. Ha pedig tetszett ez a videó, akkor lájkold, kommentáld és iratkozz fel. Köszönöm a figyelmet. Hello, hello!